Majd így néha beleugrok a képbe. Jó. Mint például most. Oké, mert... Megpróbálom tolmácsolni. A Dani most azt prezentálja számunkra, hogy a Bánki Pálinka házban most mi a zeppelöntés. Sőt, megkérdezzük tőle. Közeled össze egy kicsit? Persze. Ide, így nagyjából. Nem vagyok itt beszélve? Hát én, ahol te nem, akkor én sem. Nem. Jó, csak balik. Kikölcsön egy-egy forró kis tetre. Látom az oltodon, ezért vagy szerint. Most azt történik, hogy lefőtt egy adag pálinka, egy adag szerfről lement, így kimosott, ugye? Igen, most szépen tisztára mosom az üstöt. A berendezésre jön a következő? Nem, jön a következő. Felöntés. Mit fogtok főzni? A következő az szilva lesz. Szilva. Milyen meglepő? Igen. Felénk mindig az a legnépszerűbb gyümölcs. Ezt akartam kérdezni, hogy mi a legnépszerűbb mostanában? Szilva. És érdekes, hogy a körte most már majdnem kezdi átvenni az almát a szerepét. Szilva, a körte, meg az alma majdnem... Majdnem egyetlenül igazából a mennyiséget, és utána jönnek a megy, cseresznye, szüllőt, tököt, többen főzetnek. De amit most belenyúlsz vizet, az hova kerül? Megy a emészt? Az megy az emészt. Kifele. Nem akarom föltartani. Megcsikítve? De ott a lyukon lehet majd látni, hogy ott van a Peti. A Peti az, aki ott tölti be a cetlét. Hát ez gőz miatt nem nagyon lehet látni. Na, szerintem nyomd le, jó? Aztán majd folytatjuk. Várjálljunk. Miért kell bele víz? Nem kéne vele víz, csak ott eltört a... De miért kell vele víz? A végét akartam átmosni. Ja, értelek. Csak most eltört a... Nem a nyomást toltak itt? Hogy a hideg, hogy a nyomás? Eltörtem a hideg. Igen, tényleg el van törve. Annyi víz kell, hogy kimossam a hordót. Másik hordó nem megy? Az, akkor megvárjuk mindjárt. De nincs is olyan, azt hiszem, hogy a hordót meg kell emelni, azt meg tudod beborítani. Ennyi víz kellett volna, hogy az alját ki tudja mosni. Mindig azt hittem, hogy a hordót tudod. Kedden fogják, azt szivatjuk. Az már a hordó. Ez minden gépes itt van. Melyik a legfinomabb pálinka? De abból nem sok van, nem? Abból csak a sárga. Honnan tudod, hogy mennyi kell? Hozzá szoktam már látni. Köszönöm. Másfél hordó egy oda. Tessék? Két ilyen hordó. A tali van az egy fölöntés. Aha. De... Jelen esetben ez kicsit több a mennyiség. És ennek jó az illata. Mehet, menjünk. Ez is szilva? Igen. Ez is szilva. Ez telefon. Nem, telefon menni? Nem. Ez olyan 200 literni tesszéből gyönyörű a pályánkra. Ez egy tömény állapotában szerintem meg fog állni olyan 14-15 liternél. És akkor még ez olyan vagy 70 fokos lesz, és akkor még vízzel kell majd visszahigítani. És akkor szerintem olyan 20-22 liter lesz. Aha, te szoktad eldönteni, hogy hány fokosra állítod? Nem, az minden esetben az ügyfél. Értem. Esetben megkérdezem, hogy hány fokos szeretne, 50-es, 45-ös, mikor mennyit, és akkor
arra értekszel, arra állítjuk be. De hát tőletek már azt tudhatjuk, hogy nem a szesz foka fontos, hanem ugye az aromája. Pontosan. És de szoktad tájékoztatni? Szoktam persze tájékoztatni az embereket erről, és fogékonyak legtöbb esetben, és már nem a 50-es, 51-est szeretnék, ezt a jó disznóidős erős pálinkát, hanem inkább lejjebb mennek. 45 és 48 között szokták a legsűrűbben kérni igazából a szeszfokat. És ez azért jó, mert 45-nél már tényleg kijönnek a gyümölcsnek azok az aromái, amik 50-nél még a magas alkoholtartalom miatt egy kicsit... Már inkább csíp. Inkább ilyen csípős lesz, erőteljesebb, kirázza az embert, amikor megissza. Úgyhogy jobb egy kicsit lejjebb vinni az alkoholfokot, hogy élvezhetőbb legyen a pálinka. Az előbb volt egy jó témánk, és mondtam neked, hogy azzal fogunk indítani, ugye a korosztálybeli különbségek, hogy az én meglátásom szerint jobbára ugye a letűnt kommunista korszaknak a túlélői, azok, akik még jelen pillanatban is zömében főzetik a pálinkát, de azt mondtad, hogy már van változás. Igen, ezt abszolút azt lehet mondani, hogy egyre több a olyan főzetünk, akik inkább a fiatalabb generációhoz tartoznak, 30-40 év körüli emberek, de most már ténylegesen elmúlt évben is észre lehetett venni a 2018-as évben, hogy egyre több a akár 30 év alatti főzetünk, akit annó még nagyapjától, apjától láthatta azt, hogy összegyűjteni a gyümölcsöt és kifőzni az egy nagyon jó kis tartósítási, ha lehet így mondani, jó tartósítási folyamat. És egyébként rájönnek arra, hogy egy igenis egy szép gyümölcsöt, szép jó minőségű cefrézéssel, egy jó minőségű pálinka lefőzéssel, pálinka lepárlással nagyon jó végterméket lehet előállítani, és megveri azokat az alkoholos italokat, amit akár a boltban lehet kapni, mind árban, mind minőségben. Hiszen az ember, ő dolgozott vele, ő állított elő az alapanyagot, a cefrét, és tényleg egy tisztes, jó munkával ebből egy nagyon szép, nagyon jó minőségű végterméket lehet előállítani, és büszkén mutogatják azt a barátaiknak, azt olyan is családi összejövetelkor, baráti összejövetelkor, azzal alapozzák meg úgymond a bulinak a hangulatát, nem pedig a boltban vásárolt vodkákkal, viszkikkel, egyebekkel. Úgyhogy egy egész jó tendenciát láttuk erre igazából, hogy a fiatalok igenis fogékonyak arra, hogy a nagypapának a kertjében lévő szilvákat, almákat, körtéket, egyebeket összeszedjük, és jó cefrézéssel elvigyük egy minőségi bérfőzdébe, és ott jó pálinkát kapjanak érte. És tényleg azt lehet mondani, hogy megindult! Igen. Tanulékonyak a fiatalok? Nagyon tanulékonyak, ők a legtanulékonyabbak. Úgy értem, hogy nem, másik szót használtál az előbb, fogékonyak. Fogékonyak, tanulékonyak, és... Arrébb jövök, mert ez zavaró. Levente, hol az állvány? Bocs, állványra raklak. Mert mozog a kép itt közben, és az meg sokkal jobb, ha nem mozog. Ennyi, kész. Úgyhogy fogékonyak, tanulékonyak, szeretnének tanulni, szeretnének minél jobb minőséget csinálni, hogy nekik is a végtermék minél jobb legyen. És utána büszkén mutathatják meg a hasonló korosztálybeli barátaiknak. Saját pálinkája van. Saját pálinkája van, és olyan bűnös. De egyébként ez nem csak rájuk jellemző, hanem... Szóljál már a társaságra ott, hát, hogy ne hangoskodjanak. Ne, hagyjad őket. Ez ugye az idős korosztály, akár mikor ellátogatok idős korosztályhoz, tehát ezek 60 év fölé mindig büszkélkednek azzal, hogy milyen a pálinkájuk. Kóstoljam már meg, mondjak már róla véleményt, szerintem rád is jellemző, nem? Ha készítesz egy jó cefrét. Persze, természetesen. Tehát nekem is a baráttárságom most már egyre jobban inkább rááll a pálinka fogyasztása, mint egyéb más boltban vásárolt szeszes italra. Még mindig vannak whisky partik, meg mindig vannak ilyen dolgok, de igazából 80%-ban most már mi is pálinkát fogyasztunk otthon a baráti körben. Tehát a vodka narancsat most már kitörlődött, az még a fiatal éveket Addig volt, amíg nem főztetek itt pálinkát. Igen, pontosan az most már kitörlődött az anyagból szerencsére. Úgyhogy jó tendenciát mutat ez a pálinka főzés. És én azt gondolom, hogy a pálinka kultúra az igenis a bérfőzésnél kezdődik.
Hiszen nagyon jó dolog az, hogy egy fantasztikus minőségű kereskedelmi főzdében előállított pálinkákat lehet fogyasztani, és ugye nekünk is van kereskedelmi főzdénk, mi is erre törekszünk, hogy prémium gyümölcs, nagyon minőségű pálinkák, ezeket alátámasztja a rengeteg érem is, amit nyerünk. De na, ezt most, hogy megemlítetted, már bocsánat, hogy közbeszakítod, de ugye említetted, hogy voltatok Keccel? Igen, Keccelen voltatok 2018-ban. 2018-as évben a cselszegi fűszeresünk az nagyon-nagyon jó szerepelt. Mit jelent az, hogy cselszegi fűszeres, mert az nekem bor? A cselszegi fűszeres az egyik legnépszerűbb bor alapanyag, az egy nagyon fantasztikus szőlőfajta, egy hihetetlen íz illatvilággal rendelkező szőlőfajta, amit pálinkának is elkészítve... Tehát akkor nem törköly pálinkáról beszélünk? Amikor... Nem, hanem ez a híjon elrésztett szőlő... Hogy? Híjon elrésztve történik a... Az mit jelent, hogy az híjon? Azt jelenti, hogy egy bogyózó zúzó segítségével le van a szőlő... Ja, híjon elrésztve. Én azt hittem valami francia szót mondasz. Ja nem. Tehát valami vion vagy akár. Az a lényeg, hogy nem lett kipréselve. Értem. Nem lett szétválasztva a bor, illetve a törpő rész, hanem együtt maradt az egész eredés folyamán. Ezáltal megtartva ezeket a fantasztikus ízeket, amiket ad a szőlőnek a héja, ad a szőlőnek a magolajtartalma. Az nem keserű? A mag. Nem keserű, abszolút nem. Egy fantasztikus hosszantartó ízvilágot ad neki. Úgyhogy nem szedjük szét a szőlőt törköly részre, illetve bor részre, mi egyben cefrézzük, és nagyon jó eredményeket értünk el a cselszegi fűszeressel. Minden egyes versenyen aranyérmet nyert, tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert sok mindenki csinál. Hát most egy pillanatra megfordítom a kamerát. Jó, nekem zárnom nekem ezt, jó? Jó, én csak megmutatom a falat, hogy hogy néz ki. Azt mondja, hogy itt vannak a díjazások. És rosszul jár az óra. Tehát rengeteg díjat kaptatok már. Illetve bent láttunk egy üveget. Tudod, bent az irodában, ott a sarokban van egy ilyen vitrín. Van ott egy furcsa üveg. Egy kis kocka jellegű üveg. Az sajátotok? Nem. Na, ezt akkor kihagyom. Nem, szerintem az ajándékba kaptuk. Jó, csak azt hittem, hogy azért van kiállítva, mert hogy saját érdem. Nem, az ajándék. Jó. Oké. Azt szeretném tudod kérdezni. Ide jön. Az biztos. Fűtő. Tessék? Nincs olyan. Csukve. De van. Van? Van, hogy van. Akkor jó. Levente az előtt fölvetett. Igen. Ugye az van, hogy neki van lehetősége egy földterületen gyümölcsfákat ültetni. És én rögtön rávágtam neki, hogy szerintem sokkal költséghatékonyabb, ha fölvásárolja a gyümölcsöt és nem megtermeli, hogyha ő abban gondolkodik, hogy mondjuk saját főzési pálinkát szeretne, bérfőzés által nálatok. Igen. Meg tudnál nekem mondani, hogy mi a különbség a kettő között és melyik te melyiket választanál? Én igazából azt mondom, hogy mind a kettőt igazolok. Mert neki van lehetősége, van földterülete, van neki lehetősége olyan fajtákat csinálni, értem azt, hogy ami Nógrád megyében van, a föld. Nógrád megyében vagyunk. Igen. Hogy itt van a földön, pedig ez egy Kecskemét mellett jó. Igen. És azt mondom, hogy lehet különlegesebb fajtákat is választani, szilvából, megyből, almából, egyebekből, amit egyébként piacon nehezebben beszerezhető. Azt gondolom, hogy itt a területi sajátosság miatt, itt közeles távol, egy ilyen 100-150-200 km-es körzetben meg vannak a almából, szilvából, megyből bizonyos fajták, amiket biztosan megtalálsz, biztosan évről évre ki lehet találni, hogy melyik gyümölcsöt vásárolod meg viszonylag jó áron. Értem szerintem éveletetás függvénye az, hogy mikor az alma, mikor a szilva, mikor a megy kerül kicsit jobb árba, és akkor azt nem szabad azokat a lehetőségeket kihagyni, és akkor azt mondom, abba kell beruházni kicsit nagyobb összeggel, és nem pedig azt csinálni, hogy minden évben akkor mindenem kell, hogy legyen, akkor vásárolok almát is, szilvát is, megyet is, szőlőt is, mindent,
hanem meg kell nézni nagyjából, hogy melyik évben kerül mondjuk kicsit olcsóbb a megy, melyik évben van jobb áron a szilva, melyik évben van jobb áron az alma, és akkor abban, hogy inkább nagyobb mennyiséget vásárolni, hiszen a pánika az értelmesen eláll nagyon hosszú ideig. Viszont, hogyha van az embernek lehetősége erre, hogy van földterület, és tudja telepíteni, akkor egy kicsit olyan fajtákat lehet oda rakni, amik kuriózumnak számítanak, és azt az átlagos piac, az átlagos gyümölcstermelőtől nem tudná az ember megvásárolni. Várj egy pillanat. És akkor most jó kis érdekesség kísérlet. Nagyon furcsa kérdés van, mert én ezzel nem vagyok tisztában. Ide jövök hozzád, és azt mondom, hogy van 5 hordó cefrék, egy ilyen különleges kis cefrék, amit én nem említettem, egy különleges szilvafajtán. Én ezt eladhatom, hogyha hazavittem a pálinkát? Nem adhatom el? Tehát az a tisztában kell lenni, hogy kereskedelmi főzdének kell lenni ahhoz, hogy értékesíteni lehessen a pálinkát, bérfőzető, mint például, hogyha te azt mondod, hogy én, mint Zvolenszky Zoltán, lefőzöttek X mennyiségű pálinkát, és szeretném értékesíteni, van rá lehetőséged, van egy olyan lehetőség, hogy otthon vendégasztalként, hogyha erre falusi vendéglátásként ezt tudod értékesíteni, a őstermelőként, egyebekként ezt meg tudod csinálni. De itt igazából nem is az értékesítésről az szó, hanem arról van szó, hogy otthon ne csak 10 liter pálinkát. Ne dobjuk már magunkba a fejünket, mindenki tudja, hogy lehet vásárolni házi pálinkát, minden faluban megvan az az emberke, akinek itt van házi pálinkája. Tehát ennek előre megtörténik, csak nem hivatalosan. Pontosan. Megtörténik sajnos a fekete értékesítés, holott ez megtörténhetne. De erre ti nem örültök, ugye? Hát teljesen azt mondom, nem örülünk, hiszen... De nálatok bérfőzették. Azokat a pálinkákat, amiket nálunk bérfőzették, és utána később kereskedelmi forgalomba helyeztek, fekete pálinkaként adtak el, annak nagyon nem örülünk. De most ez igen? Nem nagyon lehet mit csinálni. Hát de ez amiatt, mert rontja a tér volt, tehát még ugye ti is értékesítetek? Igen, egyrésztről. Tehát hogy nekünk van kereskedelmi főzdénk, de tehát rendesen, hivatalosan értékesítünk pálinkát. Igazából azért nem örülünk neki, hiszen a bérfőzés arról kéne, hogy szóljon, hogy ami neked van gyümölcsöd otthon, és meg szeretnéd csinálni főzéssel, tehát bérfőzés keretein belül, azt később ne értékesítsd, hiszen ha belegondolsz abba, hogy milyen brutális költség az, hogy valaki hivatalosan csináljon egy ilyet, az lehet egy körbemutatást? Az nagyon különbözik attól, hogy valakinek van 200-300-400 liter szilvája, és azt lefőzeti, és utána értékesítse. Tehát ez szemben áll nekünk is az elveinkkel, nem tudunk ezzel mit csinálni, tehát nem mi vagyunk az adott szerv, hogy ezt ellenőrizze, úgymond. Viszont lehet ezt hivatalosan is csinálni. Ha valaki egy vendégasztal falusi turizmus keretein belül próbál, ez egyébként most meg van a lehetősége, hogy zárják a tárgyasítani. A falusi disznóvágással egybekötött vendéglátás, ott tartom. Erre meg van a lehetőség, igen. Ilyen, mert nem gondolkodtatok egyébként? A múltkor gondolkodtam rajta, már kétszer ismételtem a szót, hogy eljövök hozzátok és rákérdezek, hogy nekem megvannak azok a kapcsolataim, hogy szeretnének vidékre menni, egy kis falusi feelinget át, a hangulatot átérezni, hogy mit tudjunk nálatok rendezni egy ilyen hétvégét, nem tudom, hogy lehet összehozni ilyeset, erre nincs rálátásunk, tehát hogy itt pálinkát kóstolni, disznót vágni, aludni, másnap fölébenni, reggel megint pálinkát kóstolni, érted a lényegét? Értem, a városi embereknek, akiknek vannak vidéki, idősebb kapcsolatok, a nagyapjánál még vágtak disznót, hajlandóak állózni ilyeset. Egyre jobban merül fel ez a téma, igazából olyan ember körébe is, hogy majd nem is látja a disznóvágást, nagyon szeretnének elmenni, meg azt a érzést, azt a feelinget megérezni, és van ennek realitása? Van ennek abszolút realitása. Tehát onnan látom, hogy van ennek realitása, hogy nálunk is egyre több olyan kóstoló csoport, akik eljönnek pálinkát kóstolni, és szinte 80% az, aki étel egybe kötött pálinkát kóstolni. Azért gondolod, amikor egy disznóvágás... Igen, és akkor még egy élményt is kap, ott lehet a disznóvágáson. Valaki nem szereti a vért, valaki szereti a vért, az nem néz oda értelmszerűen. Ja, azt hittem ennyi. Tényleg megeszed?
Én szeretem. Én nem bírom. Nem? Gyerekkoromban mindig a disznóvágáskor az első kajala vagy másfél volt, akkor föl sem tűnt, de most valahogy, ha elég roknál, a véres kukát nem bírom megenni. És a mellett? Azt simán, bármikor. De bármi, amiben vér van, és nem vagyok zsidó, ezt hozzáállítani, nem emiatt, valahogy nem. Nem tudom, én azt tudom észre, hogy egyre nagyobb olyan inger kell az embereknek, akárcsak egy pár exkluzió során, igen, egy hasonló extrém inger, hogy őket az megfogja. És egy disznóvágás például pont egy ilyen olyan inger, hogy ők is kivettek a részüket az egész munkafolyamatokból, végig lehetnek, itt lehetnek az egész disznóvágás során, és akkor ez egy pozitív élményként. Úgyhogy itt van, mint fogyaszt, igen. Nektek van kapcsolatotok, hogy tudjuk szerezni disznót. Minden hétvégén. Ugye? Abszolút. Én ezt jól tudom, és nem fogom most boncolgatni, hogy ki. Nyilván. Mind a kettőnk ugyanállunk, hogy van erre szerinted lehetőség, hogy itt is tudjanak aludni? Hát itt nem itt a pályán, főzték, itt a faluban. Faluban abszolút. Tehát, hogy például fölmegyünk Budapestre egy 9 személyes kisbusszal, vagy egy 30 személyes kisbusszal, és ugye nektek van kapcsolatotok a Rétság is őt főz, de a Nógrádi vadászház, illetve a Szentei sajtüzemhez. Így van, ez a négyes fogad. Igen, működőképes? Abszolút működőképes a mai napig, és nagyon összedolgozunk, és például itt is lehet egy olyan kis dolgot csinálni, mind a négyünknek a terméke itt megjelenik egy esemény során, nevezzük azt a disznóvágásnak. És vagyis el kell körbelátogatni az első napon. Körbelátogatni akár, tehát mondjuk az inkább két napot vesz igénybe. Hát azért mindenhol el lehet időzni, mert mindenhol fantasztikus dolgokat lehet látni, tapasztalni. Hát meg hogyha mindenkinek akkor a beszélőkéje van, mint neked. Ha minden egyet járnád, nem mélyednél bele egyikbe sem. Persze. És nagyon kis szállás lehetőségek vannak például a bánkban. Tehát igen, azt gondolom, hogy hát azért jó, hogy mindenkinek a pénztárcája az méltán megtalálja a saját. Tudod, mi a probléma? Vendéglátási helyet, akár a négy csillagos szállodán keresztül, akár csak egy vendégházig, akár csak egy apartmanig. Én szerintem ez nagyon-nagyon nagy erény, hogy bánkon ez. Nekem rengeteg ismerősöm van, aki folyamatosan készül bánkra eljönni, ellátogatni. A falu miatt is, a közeg miatt is. Azt lehet mondani, hogy azt hiszem, Nógrád megyének ez az egyetlen, olyan ékszerköve, ez a falu, ahol a legtöbb a vendég éjszaka. Ezt senki nem tudja kétségbe vonni, ez 100 eurós hitel. Tehát mindenki ide jön, nem csak a Tolmotel miatt, mert ott olyan maximális szolgáltatások vannak, hanem maga a falu hangulata. Meg ugye nagyon sokan kötődnek a faluhoz. Hát meg nagyon szépen rendezett az egész. Elég sétálni, elég csak egy vasárnap délután itt eltölteni. Végsét az ember és látja azt, hogy egy rendezett kis tó, egy nincsen személy az utcán, meg teljesen korrektek az emberek, még egy idegenre is ráköszönnek, hogy jó napot kívánok, meg nem tudom, tehát azért az egy olyan kis pozitív mutat szerintem, hogy egy számára. Állítva ház is, igen, amit meg lehet látogatni. Na de csapjunk a lecsóba, forintosítani kéne egy ilyen bulit, hogy mondjuk elhozunk embereket péntek este, és mondjuk vasárnap reggel hazavisszük őket, az két éjszaka. Vagy elhozunk pénteken őket, és szombaton disznóvágás, és hazavisszük őket Budapestre, vagy akár egy városba. Ez eléggé, hogy mondjam, megmozgatja az embernek a pénztárcáját. Hát lehetséges, én azt gondolom, hogy egy ilyen hétvége még mindig majdnem kevesebbe kerül, mint egy éjszaka egy all-inclusive, négy csillagos wellness hotelbe. Ahol csak fekszik egy fürdőkőpontban. És az egy éjszakát számolok, ez pedig két éjszakáról szól, három napos, hogy mond, kemény megfeszített munka, hiszen pénteken egy kemény gazdaságlátogatás itt-ott-amott, szombaton mondjuk egy kemény munka a disznóvágás során, időzőjére sem mondom mindezt, folyamatosan az elég felelősségteljes munka. Igen, elég felelősségteljes munka, de azt gondolom, hogy egy egész hétvége szóló élmény, két éjszakás program, úgyhogy megismer négy gazdaságnak a különböző termékeit. Csapjuk ki, mennyi kerülne szerintem? Én szerintem egy 20-asból meg lehet ezt tolni. Nem hiszem, de úgy, hogy elhozzuk Budapestről őket, és vissza is visszük őket, itt is valószínűleg bánkon, ugye innia is kell, nyilván azért ő bánkát hozta, ez 20 000 forintból. Ez már kezd átmenni olyan gazdag, mint a tévé sok, hogy
Jaj, ne viccel, itt a régi konyhai eszköz, hát dobjuk ki! És ez a három darab csak ezzel, hogy nem mondottam, csak nem! Na, érted? Szerintem ez nem fél bele az ötletet. Én azt gondolom, hogy nem sokkal lenne drágább egyébként. Hogyha még szállást is mindent beleveszünk. Vagy ha megnézzük azt, hogy egy wellness szálló, mennyi mennek az emberek, most már az azért... Hát egy 50-es körül van egy éjszaka a teljes ellátással. Per fő? Aha, igen. Hát annyiból viszont biztos, hogy megvan. Tehát, és ez egy hétvégéről... Mikor voltál te utoljára wellnessbe? Nem tudom, nincs időm, mert dolgozok. Én sem voltam még soha. Mert őszintén nem bírom. Tehát én nem jön tisztába az állat. Én onnan vagyok tisztában, hogy ismerőseim, akik voltak, elmondták nekem, hogy mennyit fizettek. Az durva viszont. Egy főre, egy nap, teljesen látható, hogy nem hú. Na de abban van ülcsi, pancsi, nancsi. Persze, meg... Szicsi, szolcsi, ja, az nincs. Az nincsen, de viszont azt gondolom, hogy egy kicsit interaktívabb programot lehet ebbe a költségbe beleszorítani. 50.000 forintnak aztán végképp... Szoktál járni horgászni? Én nem voltam. Én sem. Na pont ez az, hogy mondtál az interak, nem bírom azt, hogy egy helyből csörögni. Megértem, akik szeretik a horgát, nyugalom, madárcsereg és halkot, meg ahhoz rákészülni. De az, hogy egy helyből csörögjek, tehát ez, hogy disztóvágás, mozgás, besegítés, tölti, darálja, szerzi. Az, hogy olyan helyen vagyunk, ahol lehet kérdezni, megválaszolják, hogy a századba menjünk, persze, mikor épült, oké, ki az író rögtön az elején, és ezt senkit nem érdekel. De ott van a Wikipédián. Igen, ott van a Wikipédián, de az, hogy elmegyünk egy tenészetbe, egy sörfőzdébe, egy vadasparkba, egy pálmik a főzdébe, és ott kérdéseket lehet föltenni, és választ kapunk rá. Tisztavágásban lehet szeletelni a sonkát, a... Főd májat, sózat. Bármit, igen. Az abban, hogy egész egy olyan plusz dolgot szerintem, hogy egy kicsit többet jelent, mint az, hogy... Borulás, mondj, egy kicsit többet járna ide. Igen, fekszik a napágyba, és akkor odahozzák a koktélt. Hát nem, személyes mire van igényed? Ez jobban van az engem, azért is ez jutott eszembe, nem az, hogy mondja a Tomot. Volt egy idő, amikor azt a... Tényleg én úgy gondolom, hogy az embereknek az kellett, hogy minden szó szerint oda legyen téve eléjük, és lerakják az autót, és sehol ne kelljen mozdulni, és csak üljenek egy helyre. De ezt vagy is meg lehet érteni. De azt gondolom, hogy ez most elindult inkább egy olyan dologba, hogy kell az embereknek azt mondjuk, hogy egy kicsit aktív pihenésbe menjen át ez az egész, és ezért kezdenek el egyre jobban túrázni, járni, úgy eltölteni az idejüket, hogy egy kicsit aktívabban töltsék el azt a szabadidőt, ami nekik a stresszként, hogy levegye a vállukról, és ezt gondolom, hogy szerintem ez például jó lehetősége. Akkor csináljuk ebből valamit. Jó. Mert nekem, hogy mondjam, nekem megvan az a képességem, hogy te például tudsz pálinkát létrehozni, megvan minden adottságot hozzá, meg a körülmények. Nekem meg megvan az adottságom ahhoz, hogy az emberek figyelmét felhívjam egy olyan lehetőségre, amit én tudom, hogy szeretnek. Nagyon-nagyon tudom, hogy szeretnek, mert szoktam figyelgetni az ilyen, amit említett egy falusi vendéglátás, ezeket a vendégházakat. Mindig szoktam nézni, hogy mit kínálnak. És az első a disznóvágás. Mindenhol ország szerte, hogy de ott azon a helyen alszanak ugye aznap éjszaka, de itt nincs, vagy nem vagyunk messze, légvonalban egy kilométer sincs, ahogy ez Józsi, ugye a Jungerszem, vagy bármelyik. Na még a kagyalókútra is kényelmes távolságban van. De nem csak disznóvágás, akár csak egy sima kovászlót és egy birka vágást, na elkezdve egy birka pörgőt készítésre. A toros káposzta. Bármi. Meg nem csak erről ott van, hogy kemencében sütés, egy egészben lévő malasznak, ez a kemencében való sütése is adhat egy olyan élmény, hogy azt gondolom, hogy az ember ez hosszú évekig fogja kísérni, és én azt fogja mondani, hogy igen, ott jól éreztem magam, ott kaptam egy olyan puszt, hogy nem csak sütöttem a testemet, és akkor jól éreztem magam, és itt a 3-4 puszt. Átadtam a levegőt, igen, úgyhogy én azt gondolom, hogy kell egy kis aktivitást belevinni ezekbe a pihenésekbe, és az ténylegesen ad egy olyan puszkakést az embernek. És nem beszélve arról, hogy nálunk nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek is jól tudják érezni magunkat, itt vannak a birkák, tartunk birkákat, saját birkákat vágunk le, abból csinálunk pörköltet, és most kezdenek el születni a kisbárányok. A gyerekeknek az egy akkora élmény, hogy a kisbárány ekkora, kis párhetes jószág, nagyon kis végetve
Még pont nem fél az embertől, ugye a birka általában járva, hogyha embert lát, ez egy alapvető viselkedés nála. Igen, persze lehet kézből is szoktatni bárát, de még ezek oda jönnek a gyerkőchöz, kisgyerekhez, meg lehet őket simogatni, etetni kézből egyebek, és ez nagyon-nagyon jó élmény. Elkezdünk ezen dolgozni? Szerintem kezdünk ezen dolgozni. Kezdet rá. Oké. Nyomjuk.